egy hétig tudod csinálni, napokig nem alszol, bulizol, drogozol, aztán utána hazamész, az 5 napig alszol. Nem állítom, hogy Ibizán kizárólag bedrogozva érezheti jól magát az ember. A képen látható táncoskedvű fiatalok között biztos akad, aki nem él bódító szerekkel. Azt viszont nyugodtan állíthatom, hogy a spanyol szigeten könnyű narkotikumokhoz jutni. Az utcán folyamatosan tukmálják a turistákra a különféle kemény drogokat. Erről is szól a sziget, tehát a drog meg a kurvány, ez a kettő. A prostitúció és a drogkereskedelem szembetűnő. Mindkettő törvény tiltja, mégis profin pörög a nagy üzem. Két itteni arc segít tájékozódni az ibizai éjszakában. Tamás éjszakánként portázik egy népszerű klub előtt. Sokadik nyara ez itt a szigeten, sok mindent látott, sok mindent hallott már. Az arcát nem vállaló dél-afrikai Angela 13 éve prostituált Spanyolországban. A parti sziget a kedvenc placca, azt mondja, itt lehet leggyorsabban a legtöbb pénzt keresni. Miért jobb itt egyébként szétcsúszni, mint bárhol máshol a világon? Hát ugyebár ez a sziget rendelkezik a legjobb klubokkal a világon, és a legjobb DJ-k jönnek el, ugye? Minden nyáron. Ibiza legjobb klubjai két helyszínen találhatóak. Az elit környék a sziget fővárosa, Eivissa kikötőiben jachtok ringatóznak. Itt főleg kelet-európai prostituáltak dolgoznak, 250 eurónál, vagyis úgy 80 ezer forintnál kezdődik egy numera. A kevésbé pénzesekre épült partszakasz a Playa de Bossa, ahol főleg színes bőrű lányok árulják a testi szerelmet 50 és 100 euró között. Angela is itt dolgozik. Kérdem tőlem, miért nincsenek fekete lányok a felkapottabb körzetben? A válasz, mert nincs rá igény. Két év után hagyta ott az idősek otthonát, nehéz munka volt, kevés pénzért. A rendőrség becsukja a szemét, tehát Ibiza abból él, hogy a turisták ide jönnek. Most nem állítanak meg minden embert, mert itt minden egyes ember be van állva drog által és pia által. Nem állíthatnak meg minden egyes ember. Meg nem is fognak, mert itt azért le van szabályozva a dolog, itt fizetést kapnak. Pár éve mégis szigorítottak a rendőrök, mert rengeteg baleset történt a szigeten. Most már nagyon odafigyelnek arra például, hogy ne vezessél, hogy be vagy dolgozva, meg ha itt áll, mert most már vannak ilyen checkpointok, ahol a mikrobuszba egyből beraknak és drogtesztelnek. És másnap el is ítélnek és kapsz 2 évet. A parti drogoktól sokan potenciazavarral küzdenek. Az ibizai prostituáltaknak sűrűn kell megbirkózniuk ezzel a problémával. Any client, and he asks me if I will make him come. If he's, I never go with such clients. So the orgasm is not in the business. No, if he's drunk like, or drugged, it's okay. Not in the business. Itt sokkal jobb cucchoz lehet jutni, mint például Európában bárhol máshol. Nem. Itt pont az, hogy nem árulok jó cucchoz. A rendőrség által kontrollt emberek is dolgoznak, akik lebutított cuccot árulnak azért, hogy ne legyen annyi baleset, ne legyen mindenki teljesen megőrülve. Sometimes they like to beat us, but we use our brain. If the girl is intelligent, try to calm the person down. He hit me on my head. What's her? And my teeth cracked. Why he did that? He wanted to have sex with me. Mivel van több drog a szigeten, mint amennyit eladnak, vagy igazából mindig kiürül minden dealer zsebe? A szigeten 5 hónapig van a szezon. Ezen a szigeten 5 hónap alatt többet fogyasztanak, mint egész Európában, az összes országban együtt egy év alatt. Tamás 13 éve nem volt otthon, és a közeljövőben sem tervez hazautat. Van 4 fajta securitis iskola. Iskolai végzettségem, personal trainerből vagy 3, és ebben a szakmában helyezkedik otthon, szaré, ugye, nekem ez nem pálya. Egy olyan életszínvonalon élek, hogy visszafele már nem akarok menni. Síten nem akarok menni, nekem a barátaim legtöbbje vagy síten van, vagy megy, vagy jön ki. Nekem ez nem kell. Jó, voltam már 45 országban, de elég sok mindent láttam, hogy 35 évesen. Angela havonta küld pénzt az otthoniaknak. 300 euros, 200 euros, it will last them for 1 month. Sokan mondják, Ibiza mit sem változott a 60-as évek óta. Valószínűleg egy darabig nem is fog, és ez jó annak, aki jön, és annak is, aki megél az érkezőkből.